A Paksi Városi Vegyeskar 41 éves történetének eddigi legjobb nemzetközi eredményét szerezte meg Olaszországban. Az ezüst 9-es egy nagyon erős teljesítményt igazol vissza, tehát láttam az arcokon is, hogy érdemes volt készülni, fáradozni, és tulajdonképpen a verseny, tehát én úgy gondolom, hogy ez a minősítés, ez abszolút reális. Tehát tudom, hogy nagyon-nagyon kevés hiányzott az arany minősítéshez, és van is a társaságban, a kórusban még tartalék, amit mozgosítani tudunk. A vegyeskar szeretne sok fiatalt hívni soraiba, ez a folyamat az utóbbi időben jól halad az egyesület vezetője szerint. Harmad Gabriella egy éve tagja a csapatnak, bár gyermekkora óta énekel kórusban. Az olaszországi volt az első nagy megmérettetése. Nagyon jó volt a csapat, nagyon jó érzés volt az, hogy az idősek is és a fiatalok is nagyon nyitottak voltak egymás irányába. Ugye az idősebb kórustársak is befogadtak bennünket, és bárhova kerültél, bármilyen kis csapathoz, akkor ott nyitottságot tapasztaltál. Emellett tényleg olyan élményekkel gazdagodtunk, annyira színes volt ez az egész társaság, beleértve a többi kórust is, fantasztikus kórusok voltak tényleg, hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen életre szóló élmény mindannyiunknak. A Városi Vegyeskar az olasz sikert követően keveset pihent, hisz a jövő héten már el is kezdi a felkészülést karácsonyi koncertjére, mely a hagyományoknak megfelelően az evangélikus templomban lesz majd.